És újra itt vagyunk, folytatódik a Pannonpresszó itt a 91,5-ön. Képzeljétek, újabb mesekönyvvel gazdagodott a vajdasági magyar gyermekirodalom, ugyanis megjelent Szél Jankó és a kis család történeteinek harmadik kötete. A vendégünk dr. Zakinszky Toma Viktória kötet írója. Üdvözlöm, tanárnő, a műsorban. Szervusz Norbi, üdvözlöm a hallgatókat. Hát 2014-ben ismerhettük meg először Szél Jankót, azóta pedig már igen sok kalandot átélt. Hogy jött az ötlet x évvel ezelőtt, hogy gyerekeknek szóló könyvet írjon? Hát igazából magától adódott a helyzet, ugyanis hát akkor már 3 gyermekem volt, és a legnagyobbik, a legidősebbik lányomnak volt egy kis játékfigurája, ő volt Szél Jankó. És akkor ehhez így kitaláltunk egy néhány történetet, ugye nem egy történetet, nem kettőt, mert mindig játszott vele, és a gyerekekkel közösen születtek meg az első mesék. És akkor térjünk rá a legújabb kötetre. Miben változott meg ez a könyv a többihez képest? Miben nyújt többet? Hát ez a, tulajdonképpen a könyv is a gyerekekkel együtt nőtt, ugyanis az én gyerekeim is időközben megnőttek. És ez a könyv ez egy picit már az idősebb korosztálynak szól. Tehát az első könyv az ilyen óvodáskorú 5-7 éves gyerekeknek, ez a második, ez már az alsósoknak, tehát elsőtől negyedik osztályig ajánlanám, javasolnám. És hát Szél Jankó szerepe is megváltozott, átalakult. Ennek az új könyvnek igazából az a dilemmája, hogy minden mesefigura tulajdonképpen legjobban attól rettek, hogyha elfelejtik. Mert ugye, ha elfelejtik, ha nem gondolnak rájuk, akkor ez olyan, mintha nem is lennének. És Szél Jankónak is egy ilyen félelme támad, miután a gyerekek fölnőttek, nem nőttek föl teljesen természetesen, csak hát nincsenek állandóan itthon, és hát rá nem figyel senki. És ebből a félelméből indul tulajdonképpen a harmadik könyvnek a cselekménye, ugyanis anya segítségét kéri ahhoz, hogy visszahódítsa a gyerekeket. Az első kettő kötet rövidebb a harmadikhoz képest, ez több mint 100 oldalas, ennek van valami különös oka? Hát igazából nem. Az első, tulajdonképpen a történetek azok az első kötetben azért különálló történetek, mert ilyen egy esti mese, egy-egy történet. Ugye így terveztem, hogy a szülőket se nagyon fárasszuk, tehát minden napra egy mese jusson, és a mesék hosszúsága is ilyen szempontból korlátozott. Viszont a harmadik kötetben ez egy ilyen kis mini meseregény, tehát a történet folyamatosan zajlik, tehát nem különálló történetek vannak, hanem van egy hosszú cselekménye, van egy eleje, van egy vége, és van egy egész történet, viszont kisebb fejezetekre osztottam, ami szintén ilyen egyeste elolvasható egy-egy fejezet, úgyhogy tulajdonképpen a terjedelem az ilyen szempontból került meghatározásra. Beszéljünk kicsit a könyvben lévő rajzokról is. A könyv tele van színes, érdekes rajzokkal, illetve nagyon szép a borítója is. Kinek köszönhető? Török Erna volt most az illusztrátor. Az előző két kötetet Bicske Janikó illusztrálta, úgyhogy Szél Jankó egy picit máshogy is néz ki. Emiatt lehet, hogy sokakban fölismerült a kérdés, hogy így megváltozott, de hát ő is változik idővel, attól függetlenül, hogy mesefigura, ő is öregszik, hogy úgy mondjam, és hát egy picit még játékosabb, még egy picit áttetszőbb lett tulajdonképpen. Igazából ez a járványhelyzet is egy kicsit megviselte, úgyhogy, meg hát most komolyra fordítva a szót, ugye Ernának teljesen más a színvilága, más a rajzolásmódja, és hát nagyon örülök azért, mert ő most kapott először lehetőséget, hogy illusztrátorként megmutatkozzon, és szerintem nagyon kedvesek az illusztrációi. Tanárnő, a családban melyik a kedvenc történet? Melyik könyvben? A legújabban. A legújabban? Igen, a legújabban. Hát most elárulom, hogy a gyerekeim azok úgy olvassák ezt a könyvet, hogy mind a hármat az érdekli az a rész, amikor majd ő szerepel. Úgyhogy mindegyik gyereknek azok a részek a kedvencei, ahol ők valamilyen formában jelen vannak, és Bébi a legnagyobb kritikusom, a legkisebb, mert szerinte ő nem olyan, mint a könyvben, ahogy én azt mondtam.
Természetesen ez most nem ilyen szappanopera, ahol a mi családunk történeteit írtam le, itt ugye rengeteg a kitalált elem, de hát ez meg a szereplők se pont ugyanazok, de hát a három gyerek, három kívánság azonosulnak a szerepekkel, úgyhogy de remélem, hogy más családokban is más gyerekek is azonosulnak ezekkel a szereplőkkel. Szóval azok a kedvenc részek, ahol mindenki, ahol megtalálja magát. Mik a tervek a jövőben Szél Jankóval? Szeretne még kalandokat átélni? Igen, már gondolkodtam a folytatáson. Szerintem Bébi lesz most itt, ő kerül a középpontba. Ő lesz majd a fölváltja Zsűnit, mert Zsűni már ilyen felnőtt kor küszöbén van, és akkor majd ők, valahogy ő lesz az, aki által folytatódik a történet, de ebben még nem vagyok biztos. Folytatás az mindenképp szeretném, hogyha lenne. Szél Jankó is szeretné. Hol találkozhatnak a könyvvel az érdeklődők? Hol tudják megtekinteni, megrendelni? Én már láttam, hogy könyvesboltokban, szabadkai könyvesboltokban is ott van, tehát általában ahol a fórum terjesztett jelen van, illetve megrendelhető online a fórum könyvkiadó honlapjáról. Egyébként én is beleolvastam kicsit a könyvbe, és tényleg nagyon érdekes történetek találhatók meg benne, csak ajánlani tudom kicsiknek és felnőtteknek is egyaránt. Köszönöm a beszélgetést Zakinszky Toma Viktóriának, a Szél Jankó és Kis Család legújabb kalandjai című kötetírójának. Én is köszönöm.